Hello, beszélhetnék Karinnal? Köszönöm. Te vagy az, Karin? A nevem Regan MacLeod. Megkaptam a leveled. Tudom jól, hogy nem változtathatok a történteken, de valamit igazán megtehetek. Nagyon csúnyán viselkedtem a baleset után, és sajnos ezzel persze nem voltam egyedül, és szerettem volna, hogyha tudod, nagyon sajnálom mindazt, ami a bányában történt. Vissza akartam vonni, de nem jött össze, és Stevie belement. Hát, még lehetséges, hogy Nick felbukkan, és Stevie félreállhat. Nem akarod, hogy ő legyen a násznagyom? Annyira megalázó lenne neki, mintha azt mondanád, nem eléggé jó nőnek, úgyhogy eljátszhatja, hogy férfi. Mintha felkérnének téged komolyan, koszorús lánynak. Az ördögöt emlegettük. Sziasztok! Szia, Stevie! Fiona! Szia! Éppen a kocsmába tartunk ebédelni. Bárányborda szerda, milyen romantikus. Igen. Nézd, Stevie. Tudom, hiba volt felkérni násznagynak. Igen, nem is tudom, hogy gondoltam. Biztosan feszengenél, úgyhogy felmentelek. Mit szólsz? Ez nagyszerű. Biztosan idétlenül éreztem volna magam. Csak hogy szeretném, ha mindenképpen szereped lenne. Jut eszembe, még nem szerveztél be koszorús lányokat? Alex, te nem választhatsz Fionának koszorús lányokat. Tökéletes megoldás lenne. Mit szóltok? Hát nem zseni vagyok. De igen, nekem megfelel. Üdv a csapatban, Stevie. Kérdezted Harryt Rose-ról? Semmi kedve. A nyavajás fottyammal dolgozni. Hogy mi? Harry elmehet a pokolba. Nem is akarom, hogy a lányom közelébe menjen a vén szemétláda. Elmondtad Rose-nak? Nem, még nem. Képtelen vagyok rá. És a haba tortán, hogy most koszorús lány lehetek. Tényleg? Ez fantasztikus. Vagy nem? Szia! Szia! Könnyű olvasmány. Regan jelentése? Igen. Hogy van? Majd csak megnyugszik. Habár nagyon megviselte, de igencsak szívós. Még szép, hogy az, hiszen MacLeod. Szia! Szia! Kérdezhetek valamit? Persze. Azért jöttem ide, mert teszt keresem, de igazából valami mást akartam. Beleegyeznél, hogy itt maradjak még egy ideig? Keresnünk kell neked egy saját szobát. Köszönöm. Jody... Tessék! Mi ez a szörnyű ricsaj? Bocs, de ez a lista második helyezettje. Nem véletlen, hogy nem az első. Melyik közép-amerikai ország szomszédja Honduras, halljam. Melyel 4 napos háborút vívott? El Salvador. El Salvador, pontosan. Sejtettem. Visszavonom, az a dal fantasztikus volt. És a ma esti utolsó kérdés. Mi a csoport neve a papagájoknak? Csivitelők. A papagájoknak? Gyerünk! Azt hittem, hogy tudom. Ez nem Moira? Már itt van a nyelvem hegyén, Ré. Hangosíts már fel! Meg nem otthany! Már is megyek! Nem csapat, és biztosan nem szárnyasok. A tyúkok neve, szárnyasok. Csak húzza az időt, Moira. Volt egy papagáj gyerekkoromban, és tollasnak hívtam. Hajrá, két fós! Már csak 10 másodperce maradt, Moira. A papa
papagájok gyűjtő neve? Csivitelők! Csivitelők! Megvan, Ré. A papagájok gyűjtő neve Csivitelők. Ezzel megint Moira jutott tovább. Hála kétnek! Szép volt két! Holnap este is velünk tart, Moira. Arra mérget vehet, drága Ré. Holnap beszélünk. Ügyes voltál. Köszönöm szépen. Mit szólnál, ha holnap együtt versenyeznénk? Ha akarsz, nyugodtan mondhatsz nemet. Nem, hidd el, tényleg lenne hozzá kedvem. Vagyis persze csak, ha akarod. Kár lenne parlagon hagyni a tudásodat. Ó, megegyeztünk. Foglalj helyet. Te ismerted azt a szót, Csivitelő? Igen, egy rakáskönyvet olvastam. Annyi szót, a szinkront a Hallmark Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette. You want me? Won't go there, but you need me.